Épp az út alját az úgynevezett védőréteget terítik az épülő hetényegyházi autópálya bekötés nyomvonalán. A tavasszal elkezdődött több mint 1,9 milliárdos beruházás során a Helikon utcai vasúti átjárótól mintegy 2,2 km hosszon épül vadonatúj út az m autópálya és a Kecskeméti északi elkerülő út csomópontjáig. A régészeti feltárás befejeződött, és az azt követő földmunkák is a végüknél járnak már. A hetényegyháza felüli oldalon nemrég elbontották az út, mint egy 300 méteres szakaszát, ahol az elkövetkező egy-két hétben még a vízvezeték kiváltást kell elvégezni. Ez a munka kivitelező szerint nem jár majd forgalomkorlátozással, ideiglenes elkerülő nyomvonalat alakítottak ki az érintett részen. Az autófája felüli oldalon a védőrétek terítése a pályától kiindulva az első 700 méteren zajlik. Jövő héten itt már a beton betonút burkolatalapot építik, a következő héten pedig az aszfalt alaprétek felhordása is megkezdődik. Ebben a rendben haladnak tovább hetényegyháza felé, vagyis egy hónapon belül az emötöstől kiindulva mintegy egy kilométeren elkészül az aszfaltalap. A kétszer egy sávos burkolattal, valamint az oldalanként majd két méter kiterjedésű, zúzott köves patkával ellátott út a tervek szerint idén decemberben készül el.